Maglódon a nők klubja tavaly ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, amire különböző műsorokkal készültek, és egy nagy mulatsággal ünnepelték meg ezt a jeles eseményt. Az elmúlt év decembere nagyon mozgalmas volt részükre, most ezekből az eseményekből szemezget az egyesület elnöke. A nőklub kezdeményezte ezt a fenyőfa állítást itt Maglódon, és ez azóta a mi feladatunk, úgyhogy már december elején elkezdtük a fenyőfa díszítésével, illetve a Betlehem felállításával, majd készültünk az adventi forgatagra, ami minden vasárnap vállaltuk, hogy görhönt sütünk, forralt bort készítettünk, teát, ebből is megalapoztuk az ezévi működésünket, illetve hát már az ezévi karácsonyra gyűjtöttük itt a forgatagba a pénzt. Aztán jött a mindenki karácsonya, ez karácsony előtt az utolsó vasárnap van már rendszeresen. Hát itt a gyerekeknek az önkormányzat, illetve a Magház segítségével tudtunk egy interaktív kis bábelőadást szervezni, gazdag csomagot tudtunk a gyerekeknek készíteni kaláccsal, süteményekkel, játékokkal. Több helyi vállalkozók, illetve újonnan alapult civil szervezet is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, úgyhogy úgy gondoljuk, nagyon gazdagon tudtuk az idén megrendezni ezt a mindenki karácsonyát. Az új év milyen új programokat és célokat hozott önök számára? Hát program az van, mind ahogy volt tavaly is, nagyon sok az idénre is. Már elkezdtük a Párosbárra a műsorszámunk összerakását, a próbákat elkezdtük, készülünk a tavaszköszöntő bálunkra. Az idén is szeretnénk garázsvásárt tartani, aminek a bevételét mindig a mindenki karácsonyára fordítjuk, úgyhogy folyamatosan dolgozunk egész évben saját kis programraink mellett, hogy tudjuk ezt jövőre is megvalósítani. A háromnegyed része a tagságnak, ami 15 fő jelenleg, nyugdíjas, még egy páran dolgoznak, emiatt is nagyon nehezen tudjuk összehozni az alkalmakat, mert a dolgozókhoz kell igazodnunk, de azért ez minden héten sikerül. Minden szférában vannak dolgozóink, így különböző alkalmakat is tudunk ebből kovácsolni magunknak, ki milyen körben mozog, ebben tud nekünk segíteni. Ha valaki kedvet kap és csatlakozni akar önökhöz, akkor mit kell, hogy tegyen? Nálam kell jelentkeznie, hetente tartunk összejöveteleket, a Dózsa György út 12 alatt van egy kis klubhelységünk. Az szokott a kérésem lenni, hogy jöjjenek el egy pár alkalomra, nézzék meg, hogyan működünk, mit csinálunk, hogy zajlik egy összejövetel, és ezután el lehet dönteni, hogy szeretnének csatlakozni vagy sem.